Jó reggel, Vietnám üdv a csatornáképpen jelentkezik a következő alsó újnak részsel, és aki felhallgatóval volt és fel volt hangosítva neki, akkor részvétem. Bocsánat a dobhártyák miatt, remélem azért még hallod, amit mondok. Ha nem, akkor rátszámolunk. 1, 2, 3, 4. Kiütéssel Keeper győzött. Gyerekek, váljunk bele a lecsóba, egy csomó mindenről szeretnék megint beszélni, de mindenképpen folyjon a munka, mert a nélkül nem lőjön a hurka. Ez volt ám a nagyon-nagyon frappás poén. Na, figyeljetek! Nem is poén volt, hanem rim. Nagyon sokat írtatok megint a második rész alá, és mindig ezeket a részeket úgy csinálom, ezután már rájöttem, most már 100%, hogy úgy fogom felvenni, hogyha már megfelelő mennyiségű komment érkezett, mert mindenképpen kommenteket és ötleteket szeretnék beolvasni a következő részbe. Úgyhogy tényleg írjatok kommenteket, írjatok tippeket ez alá a rész alá is, hogy miket lehetne, hogy lehetne, és a legjobbakat, legötletesebbeket, azokat mindenképpen be fogom olvasni. Yes! A teljesség igénye nélkül, mert mindenkit nem fogok tudni beolvasni, de akik tényleg nagyon megfogják a Keepert, azok benne lesznek. Például Tamás gazda írta, hogy adjam el ezt a poltkocsit, és egy HV80-asat vegyek, mert ezzel nagyon szütyöri a munka. Hát figyelj, nem rossz ötlet egyébként, én is hajnanék fele, de mondjuk, hogyha eladnám ezt, ugye ezt körülbelül kapnék érte maximum mennyit, egy ilyen 30 ezeret, ugye? Az meg 90 ezerbe kerül, és igazából nem nyernék olyan túl sokat. Hát jó, nyernék valamennyit, azt hiszem 3000-rel több a kapacitása. Viszont, hogyha vennék egy pótkocsit, vagy nem is egy pótkocsit, hanem egy ifát, ugye a pótkocsi az 90 ezer, az ifa az meg 100 ezer. Az ifa az maga ugye tud szállítani. És állj meg, Sanyi, vissza. Az ifa az ugye tud szállítani kukorica, eladjuk a kukoricát. Ha nincs más, akkor a kukoricára is aláverjük, de várja, túl vedde mi. Na, mi van? Eladjuk a kukoricát. És na, az ifát megvenném, akkor ugye az ifa maga is tud szállítani, plusz még ezt utána tudom kötni. És azzal lehet, hogy többet gyerek, és csak 10 000-rel drágább, mint hogyha megvenném ugye a pótkocsit, ami 90 000, az ifa meg 100 000. Vágod? Úgyhogy szerintem ez jobb megoldás lenne. És akkor ugye, hogyha az ifát veszem meg, és nem a pótkocsit, ami után az ifa után, utána tudom akasztani ezt a pótkocsit, tehát akkor ugye egy az, hogy azzal mindenképp többet gyerek, és csak 10 000 differencia van a kettő között árba. Még ráadásul felszabadul a traktorom is. Tehát a 82-es MTZ onnantól nem kell. Onnantól nem, nincs rá szükség. Esetleg olyan szinten lehet rá szükség, hogy kihagyom a föld szélébe az egyik, vagy a póttal, ezzel a póttal, és akkor tudom ürítgetni a kombájnokat, míg az ifával tudok hordani esetleg. Ha meg ugye megtelik a pót, akkor azt is el tudom húzni az ifával is, nem csak a traktorral. Meg a esetleg a traktorral is. Úgyhogy szerintem az ifa jobb. És most akkor térjünk ki még egy kommentre, és egy nagyon jó ötletet írt Fülöp Dominik. Fülöp Dominik, igen, ő írta, hogy a kamazzal vigyázzak, mert lehet, hogy nem fog beférni a kombajd alá. Hogy a forsintek nem fognak olyan magasra emelni, mint a kamaszpót, és akkor be fogok vele cumizni, gyakorlatilag fölöslegesen veszem meg. Úgyhogy ez nem egy buta ötlet, nem egy hülyeség. Halljátok, megnézzük, hol kell eladni a dolgokat, mert a Keeper belekeveredik, ho-ho-ho. Kakarica azt mondja, hogy itt oldalra is meg kell ábrézni, mert nehogy az legyen. Kovács József, tehát a jobb oldali felső az vesz jobban. Kukoricát eladjuk neki, és akkor valószínűleg akkor megveszünk a harmadik kombájt. És abból fogunk, várjatok, álljál meg. Nehogy az legyen, hogy hangos a játék, 10%, ugye? Nyomok egy mentést is, mert már megint az rutinból mindig meglátom, meg kell nyomnom. Jó. Egyébként nagyon sokan írtatok valamit. Gyorsan el is sorolnám a neveket. Teljesen gényegénye nélkül, mert lehet, hogy valaki kimaradt. Tomi 99, magyar sofőr Edmond Lokonon és Serbix nevezetű egyén is írta, hogy a follow módot, tehát a követés módot rakjam be, és akkor ugye tudok több gépet mozgatni egyszerre. Mindenképpen be fogom rakni, főleg a silózáshoz, ha fogunk silózni. Csak attól félek, na elfordul a kerék, gyerekek, oda nézzél, Keeper azért kicentiszte, figyeld, more. Hoppá, azért jó van, ez ki lett szendizve. Viszont, egy dolgot nem írt meg senki, amit megkérdeztem, hogy
rohadt szilást, azt hol lehet eladni? Hogy mit lehet, az, mit tudok azzal csinálni? Azt nem írta meg senki, gyerekek. Az pedig jó lett volna. Az egy hasznos információ morzsa lett volna a képer számára. Jó. Mivel nem vettünk fel hitelt, szerencsére soha nem kell majd gondolkozzunk, hogy a hitelt hogy vonják le. Gyerekek, ide megállok, megveszem az új kombájnt, az új régi kombájnt, ugye? És akkor három kombájnra megyünk izét aratni, és most szerintem egy kicsit jobban fog dőlni a pénz ebbe a részbe. Azt mondtátok egyébként meglepő módon, hogy tök jó, hogy ha én anekdótázok, régi dolgokról beszélünk, hát akkor beszélünk mindenféle csúnya dolgok. Csúnya dolgok. Dominátor, ezt is tetszel ám egyébként, de ugye most vegyük a forsített. Meg akkor vágóasztalt is kellene hozzá, ugye? Oké, okay. És akkor igazából három darab kombájnnal fogunk menni kifele. Lassan majd más járműveket is kell venni, például lehet, hogy lesz kiegészítő jármű izére, üzemanyagra, vagy pedig valami műhelykocsi. Na meg is, tessék, össze is törtem a vágóasztalt egy kicsit. Műhelykocsiszerű cucc is lesz majd a játékban, mert lassan majd tankolnom kell, meg ha javítani, nem tudom, műhelykocsival lehet-e javítani, biztos van olyan, amelyikkel lehet. Na megyünk ki, elvileg itt van valahol a repceföld. Ó, shit. Na, most megint sebződött a kombájn, és jó van, kicsit, hogy visszafogottabban kéne itt veretni, mert itt van ez a marha nagy repceföld elvileg, várjál már, megnézem, jó, bocsánatot kérek. Itt írta is valaki, hogy hogy nézhetem meg a repcét, csak szerintem akkor még ő nem tudta, hogy én már ránéztem, mármint a videó elején már ugye valaki mondta, hogy ez lesz a repce? Várja, melyik a repce? Ez a baromi nagy, ez a repce, beszalsz neki, gyerek. Akkor a következő föld balra. Hát a legnagyobb föld majdnem bazza repce. Hát akkor itt azt a szarrá keressük magunkat, gyerekek. Na mi történt itt, gyerekek? Óvatosan. Nagyon jó. Ki van tiporva az út, tessék? Nagyon jó. Na. Itt is van annyi föld, bazze, mint az állat. Itt is nem tudom mi az árpa. A kalásztából látom, talán árpa lehet, nem? Meg itt mellette búza. Na itt a repce, oda nézzé! Azt a betyár, Máriás, huncut! És marha közel van egyébként, most nem áll! Nem áll, gyerekek! Nem áll, nem áll, nem áll! Mi az, nincs beérve, vagy mi van? Mi történt itt? Várja, növekedési stratusszal valami baj van, vagy mi van itt? Hé, ez oké, hogy repce föld. De mi van itten? Álljál meg, Sanyi! Várj, nyomtam egy... Bazza, beragadt az escape gombom, gyerekek. Na, most kijött. Hát mi van itten? Ne szívassál, mi ez? Mi ez, hogy barna? Az mit jelent? Ja, az nem repce, bazza, hanem az semmi. Gyerekek, az nem repce, hanem az semmi. Figyeljétek meg, ez nagyon megszivatott minket most. Ez most nagyon megszivatott minket, tesó. De mi az? Ne, de mi a szar? De miért? Figyeljétek, itt valami nem stimmel. Termésfajták. Ez nem a repce. Itt van repce, ez az. És ez valami, ez nincs semmivel csinálva szerintem. Növekedés. Ez egyszerűen nincs növekedés, mert nincs. Nincs elvedve. Az nincs elvedve. Azért jelzi úgy. Ó, te fiú! Nagyon nem jó! Nagyon nem jó! Nagyon, nagyon becumisztunk, gyerekek. Nagyon becumisztunk. Itt ezen nincs azon földön semmi. És mindenki benyolta. És mindenki benyolta, hogy itt ezen repce van. Nem csak én, hanem ti mindegyik költök. Ezen nincs semmi, gyerekek. Ez azért volt barna, hát én meg hogy örültem, hogy repce. Hát akkor srácok, akkor van baj, mi? Jó van, gyerekek, mert ugye akkor, mert ugye nem írja növekedésnek se, úgyhogy nem is az lehet, mert ugye termésfajták nincs is kín, hát én azt hittem, hogy az repce, de nem az repce. Itt van egy repceföld egyébként, lenne a izé alatt. De az különben retteltesen kicsi, nem sok értelme van azt learatnunk. Ó, te fiú, bazz. Itt is egy repce szerintem. Árpa. Ja, itt árpa van. Hát gyerekek, akkor most azért benyaltuk. És ez nem kicsit. Növekedés. Azért nincs növekedése, mert nincs ott rajta semmi.
Na gyerekek. Akkor. Akkor rábasztunk, mint a rábasztunk a kerekasztal négy sarkára. Úgyhogy egy kicsit újra kell gondolni a projektet. Na. Azt mondja, nézzük az ára. Lefele megy az ára, mi? Nem baj, ez van. Repce. Puhuuu. Ez a 300. Jó, a buzzát fogjuk aratni. Itt van oldalt egy búzaföld. Ezt már állítom is rá, gyerekek. Ez van. Hát ez sajnálatos módon. Sajnálatos módon benyaltuk. Nem kicsit, nagyon. Vajatok? Van egy olyan, hogy... Oké, ezt bekapcsoltuk, hogy követési távolságot betartsa. Te meg ne rakd ki a csövedet, légy szíves. Hát ezt benyaltuk, gyerekek, mint a szart. Benyaltuk, mint a szart, nincs ott azon semmi jó dolog nekünk. Hát akkor aratunk tovább, az lesz. Három kombájnnal itt ezeket a földeket, amik nagyon közel vannak. Ez van, gyerekek, jaj! Úgyhogy akkor izéni kellene. Következő hát ma már nem, mert nem lesz arra se pénzünk, se semmink. Megtalálsz, oké. Viszont a következő videóba, a következő részbe... Ó, ne! Keeper kapkodsz. Jó, ha igazából magaddal cseszel ki, kapkodjál csak, nem igaz? Magaddal cseszel ki, mert... Töröd össze a gépet. Most látszok, az van, hogy itt nekiállunk itt aratni ezeket a földeket nagyon gyorsan, három kombájna viszonylag gyorsan fog menni. De most nem vagyok boldog. Nem vagyok boldog. Most jó újlag határában nekiállunk aratni. Következő részbe vetnünk kell repcét. Mert ez így nem nagy biznisz, meg a vetéssel úgyis szopni fogunk a legelején egy kicsit. Rakok be a kisvetőt, nagyvetőt, mindenfélét, ezt berakjuk. Most így. Ez be van kapcsolva, jó. És ugye ezzel bekapcsolod, akkor az történik, hogy tartják a távolságot. Nem mennek egymás seggébe bele. Jó, és srácok. Jó van, oké, hát ordom a izét, szemet, mint az őrült. Hát össze kell kapnunk egy kis pénzt. Ebben a részben szerintem maradni fogunk ezerrel. A következő részben... Ja, ebben a részben egy ifát összepróbáljunk kapni, gyerekek. Egy ifára valót össze lehetne kapni. Mert akkor a következő részben ugye tudna tárcsázni Hát de még meg sincs kultizva az a nagy föld. Valamit ki kell itt találnunk, gyerekek. Repcét kéne vetni, de nagy földre. És ide a közelbe. Ezeket kell kihasználni. Ezeket a nagy földekkel mit lehetne csinálni? Nem lehetne összeszántani. Kicsit körülnézünk, jó van, gyerekek? Ezek... Mária, mi történik? Megakadt. Megakadt, gyerekek. Álljál meg, Sanyi, ne csináld a ricsét. Ne csináld a ricsét, menj előre. Jó. Szépen nyomják? Jó, nyomják. Körülnézünk, gyerekek, körülnézünk egy kicsit. Ugye ez a nagy föld. Ez itt egy úttal van elválasztva. Itt is el lehet menni arra. Itt egy földes út megy. Az árpa. Bocs, egy kicsit körülnézünk, gyerekek, várj, árpa. Itt megy le egy földes út, lemegy a izéig, egész a napföldig. Látod? Lemegy egész a nagyföldig. Aha, ja, erre nem is szoktam én járni. Ja, és ez megy be ott oldalt, ugye? Aha, ez megy a TS-hez. Ez az út megy a TS-hez, és itt le tudunk jönni a nagyföldig. El tudjuk, hol TS-től el tudunk jönni arra is, meg ott a izé. Igen, ezzel a földre kéne csinálni valami, gyerekek. De ez csak meg van szándva, nem? Ez nincs kultizva. Ez nincs kultizva, ugye? Jól látom, ez szántott. Hát akkor az a gond, hogy ide kellene ennek gépek, komolyabb gépek, gyerekek. De hát mondjuk, ne, hát, ha meg lenne az ifám, neki lehetne állítani, kultizni, meg vetni gépeket ide, és akkor lehetne venni majd azokat. Mert az ifával tudom hordani a szemet, meg még ráadásul tudok közben aratni is, tudod. Úgyhogy ez van. Na, mondtátok, hogy állítson be 10-re a tempomatot, és akkor tudok menet közben én itt üríteni. Tudom én azt, csak a kombány nem néha hülyeségeket csinál. Ahogy... Jó, nem baj, ha megáll, nem baj, ha megáll. Kíváncsi vagyok, a következő hol áll meg egyébként.
Lehetne azt csinálni, itt hagyom a szélibe, aztán leürít mindig, mi ha idejél. Jó van gyerekek, jó ez. Egyébként marha gyorsan tudunk így aratni, úgyhogy lesz bőven izoeng. Az egyiken nincs rendezett szárszórás, a másikon meg van, figyelitek? Érdekes dolgok ezek. Mondjuk ezzel ha ide állok. De oda né, de hülyén vágja, jó. A visszatolat. Jó, azért így már megy a munka, nem volt hülyeség három kombányt venni, mi? Azért így már egy ilyen földet lecsapunk egy pikpak. Oda nézz a hülye, megálltott. Ja, lehet, hogy belelógok, mi? Sőt, biztos. Gyere közelebb, barátom. Nem hajlandó. De ez nem jó megoldás, hogy ott hagyom neki. Mert előbb már megáll. Már meglátja a traktort, már megáll. Jó, hát ezt végeztek is vele gyakorlatilag. Marha gyorsan lehet haladni. Ifát kell vennünk, gyerekek, én úgy érzem. Jó. Jó, tényleg baromi gyors. Három kombájnál azért lehet darálni. Nagyon durván lehet darálni. Hát azt kell csinálni, hogy esetleg akkor... megnézzük a földeket, várjatok már. Ugye itt vagyunk, a mellettünk lévő kettő az milyen? Megnézem az íve, várja, mert itt fönforgás van. Ugye most melyiket aratjuk? Ezt aratjuk. Igazából látni is, hogy mi van learadva. Ez van learadva, ez van learadva. Itt ugye most szépen le tudjuk aratni. Itt mellettünk, növekszik betakarításra, ezt nézzük meg a növényeket. Búza, itt van hátul is búza a tábla, nem kicsi. Mondjuk aztán. Ez meg árpa ez a kettő. Ezt a két árpát is ledarálhatnánk végül is. Kukorica. Van itt minden gyerekek. Kukorica, hatalmas kukorica föld itt. Csak ugye kukorica vágóasztal is kell. Jó, az nem drága, de akkor is. Ez mit, cukorrépa itt lenn? Vagy árfa, hát én... Ez lehet repce egyébként itt a telepné. Látod? Az lehet repce. Itt még nem lehet odaugratni ugye a dolgokhoz, nem hát. Gyerünk, mi történik? Szerintem ezek meg lassan végeznek. Ott meg össze is akadtak. Jó, kiürítjük őket, azt átdobjuk itt a mellettünk lévő árpaföldre. Mert sokat nyerek azzal, hogyha... Sokat nyerek azzal, ha közel van, nem kell annyit menni, tudjátok. Ott ezt a kis sarkot még ledarálom bele. Meg ezt is visszafordítom, és akkor meg is vagyunk. Ezt mehetnek körbe az árpaföldön. Jó, hát most már ugye egyre pörgősebb lesz a gameplay. Ezt itt megfordítom, befordítom a túloldalra. Nem vagyunk rosszak ám annyira, higgyétek el. Ez meg itt végzett, ezt ki is ürítem. Azt mehet, ez a középső mehet is át az árpaföldre. Hú, ja, jó, de nem sok idő van beszélni. Nem sok idő van beszélni, mert csináljuk a dolgokat ezzelve. Hát nem sok búza volt ezen a földön, azt mondom nektek, nem? Nem sok búza volt ezen a földön. Na, engedd ki a csövet. Ja, bazd, beszálltam a traktorba. Mind a kettő egymás mellett volt, mondom, mi történik így gyöngyösen. Lehet, hogy ráfess a fél. Hány százalékon van a izé, nem tízénk? 100%-on, jó, nem fért bele. Akkor beviszem, a búzát kivette, az alsó, ugye a Kelemen Roland, aki itt van közvetlenül. Azt hiszem, várjatok, megnézem azért basszus, mert nem lesz ez olyan jó nekünk. De szar. Kovács József. Távolabbi veszi jól a búzát, még jó, hogy megnéztem. Jó van, közben az végzett, az is végzett. Ifára összeszedjük most azért pénzt, ebbe a részbe gyerekek. Az lesz a projekt. Aztán utána meg megyünk tovább, csináljuk, jó? Az lesz. Ifára összekapjuk, hát... Izéből szedjük össze most. Csóringel pénzből, mert itt nagyon nem fogunk sokat kaszálni.
De tényleg az jó, hogy közel kell hordani az utcát. Tamás gazda biztos gondolja már megint ezzel a pici... Menj el innen, te rámegyek a lábadra. Tamás gazda biztos gondolja, hogy már megint ezzel a pici pótkocsival itten szüttyörgök. Hát bocs, ez fakereszt, de próbálok pörögni, mint a trágyaszóró, hopp. Jó, kitesszük az... Jó, túlságosan kitettem az elejét kicsit vissza. Úgy most jól fér már. Úgy most már elférsz, ugye? A belső nézetből is kipör az élet a láta. Hát azért még volt ott hely, jó van. Jó van, na volt még ott hely. Mennyit ad egy pótkocsi? Mennyit ad egy pótkocsi? 8000-et, gyerekek. Akkor még köllekép pótkocsival hozni, mi? Na. Akkor még kell egy-két pótkocsi. 100000-be kerül basszus a izé. Az ifánk. 100000. És a következő... Hát az lenne jó, repcét kéne agyba főbe vettünk, gyerekek. Meg esetleg akkor lehet, hogy tényleg az kellene, hogy permetezni is kéne. Kellene permetezni, mert akkor permeteznénk, akkor lenne nagyobb hozam. Lenne még nagyobb hozamunk. Kellene a permetezés, vagy a műtrágyázás. Igazából mindegy, hogy itt még úgy volt ugye, hogy mindegy, hogy permetezel, vagy műtrágyázol. Az a lényeg, hogy egy izének meg kell lenni egy folyamatnak, ugye? Itt még úgy volt, ha jól emlékszem. Jó, ez üres. Gyerekek, megrugott a traktor. Hát, már pava sokra nem megyünk, gyerekek, de most mit tudok csinálni? Mit tud a paraszt csinálni? Szívja a fogát, mi? Nézegethetünk. Hát ezt a földet, ezt ledurrantottuk, pikpak, az biztos. Jó, hát vagy ebben a részben, hogy a következőben az ifa meg lesz, az biztos. És akkor fogok bemodolni izéket, tárcsát. Tárcsát, meg vetőgépet, hát több verziót kell. Na hát például a rábas tegerre, most jön el majd az idő, hogy nem ártana, hogyha lenne rábánk vagy kirovecünk, mert különben évekig fog tartani egy körbe. Egy MTZ-vel körbe durrantani a földet. Lehet, hogy egy UTB-t érdemes lenne venni majd. Az is, hát kéne egy, még egy traktor, mert ugye nem elég egy. Na. Mert ugye nem elég nekünk, várjál, így nem jön ki teljesen. Nem elég nekünk az, hogy egyel nekünk nekiállunk vetni, mert kellene majd egy izé, vagy kultizni, mert kellene egy vető is. Így nem lesz egyszerű. Na, átrakjuk a gépeket, jó? Az lesz, srácok, most a projektodik bekapcsolom, várjál, igen. Érdekes, hogy itt messziről meg izének látszik, mintha lenne rajta valami. De utálom, more. Na jó, itt megindítom ezt. Ezt a sorba. Ezt körbe durrantjuk ezt a földet. Várja, ötös. Adjál neki, annyi mehetsz. Ide is berakok egyet. Izék vannak. Oszlopok. Oké. Meg akkor a maradékot berakom. Ide. Na, jó vagyunk, gyerekek. És akkor sorba mennek egymás után. Megnézem, mennyire várja be, mert most tolatgat például az első. Tökéletes, srácok. Tökéletes. Ez a kép, ahogy itt elment. Ez gyönyörűséges volt, na. És akkor MTZ. MTZ, beviszem a maradékot, mert ugye most már izénk lesz. Árpánk, és az árpát viszont ide kell hordani közel. Ott az a kombány megakadt. Nem akadt meg. Nézzétek, gyönyörűen maradnak körbe-körbe. Jó van, oké. Egyébként valamilyen szinten meg vagyok elégedve magunkkal, mert 3 kombájnon megyünk, úgyhogy darabja volt 100000 euró. Arra ki gondoljatok ám, srácok. Úgyhogy eddig 300000 eurót összekaptunk. A legfosabb gépekkel, amik léteznek ugye ezen a mapon most jelenleg. Gondolhatjátok, hogy így nagyon soká lesz meg az 1 milliárd euró, de viszont ugye egyre fejlettebb gépekkel, hát nem fejlettebb, hanem inkább nagyobb, mert ugye még maradunk a 80-as, 90-es éveknél végig, vagy még a 70-es, 80-as, 90-es éveknél. Szóval nem fogunk fejlettebb gépekkel menni, viszont... hogy én mondjam... Júj, várjátok, van eladó cuccom még, nem?
Hú, de nagyon kellene még egy pótkocsi vagy valami. Várjátok, valamit elgondolkodtam, mi rossz fel együttem. Na jó, van mindegy. Annyira elgondolkoztam, jó lenne még egy pótkocsi, mert akkor el tudnám hordani a ugye van krumplim, meg egy-két dolgom még eladó, de ugye olyan gyorsan telik az árpa, nézzétek meg, hogy már le sem fogom tudni üríteni. Főleg, ha rossz fele megyek. Hello Mari, gyere, itt bele az árokba, na. Bemegyünk a dzsungzsába. Gyors, ezt kiürítem, mert tényleg más, ugye? Húza. Ó, de kéne kettő. Mert ugye, hogyha lenne még egy gépem. Például ugye most jó lenne, hogyha lenne még egy ifám. Ha lenne még egy ifám, akkor ugye az egyikkel tudnék hordani, a másikkal tudnék izélni. Tudnék főcélibe várni a izélyre, cuccokra. Ez így nem a legjobb. Egyébként, na, amondó vagyok, hogy ugye el lehet adni egy csomó mindent a MAV-nál is. Az lehet, hogy azért is van, mert baromi messze van, és akkor azt a részét is ugye le tudnánk fogni a földeknek. Sőt, meg is kellene néznem, hogy milyen, a MAV mellett milyen földek vannak, és akkor azokat is tudnám arattatni. Lehet, hogy érdemesebb lenne, mint itt. Megnézzük, hogy nincsenek-e ott nagy földek, amit érdemes. Jó, skacok? Jönnek ám végig a kombájnak? Oda nézzetek, gyerekek. Pikpak egyébként ledarálunk egy ilyen földet. Úgyhogy jók vagyunk. Lesből támadunk messziről, mert ezek nem szeretik a közelébe mész, mert akkor egyből megbolondulnak. Ó, szóval okosan várják, nézzétek. Várnak egy ilyen távolságot egymás mögött. Nagyon jó, tetszik. Most például be fogok állni ez mellé, a másik is le fog állni. Nem fog belejönni a seggébe elvileg. A francot nem. Á, meg Sanyi! De. Jó, és akkor így annyit vár. Nagyon jó. Ez leürített, akkor el is indul, jöhet a másik. Csak lehet, hogy túl korán fog megállni. Hopsz, rossz helyen vagyok, bocs. Rossz helyen vagyok. Skipper megtanult forgozsámolyosra tolatni. Lol. Jó. Jó van, gyere. Gyere, állj! Álljál meg, hogy... Jó van, oké. Látjátok, ezért lenne jó még egy gép. Egy ifa kell. A izzi kamasz túl nagy cél nekem még, én úgy érzem. Viszont az ifa az meg jó lenne. Engedd rá az ére is kabírra, ne foglalkozzál semmivel. Gyere haver, állj. Csövet ki! Bazz. Jó, akkor menjél, barátom, menjél, te! Ja. Fú, egész végig azon hagyalok, miatt úrról vegyek. Te, ennek nincs válidva, hogy megálljon, az a baja. Állj! A rossz se vette meg. Rájöttem. Azért ennek nem volt beállítva az utolsónak, amit utoljára vette, hogy megálljon. Ezt menet közben akart üríteni. Hát fel is idegelt egy kicsit. Állj meg, segít. Azért mondom, hogy mit küzdesz, miért megy előre. Ja. Hát ezzel végzünk is ezzel a földdel mindjárt. És megint csak 17 ezrünk van, viszont szerintem egyelőre a 3 kombájn elég fog lenni. Úgyhogy csak nagyon nem fogunk sok pénzt keresni már akkor, addig nem kell több kombájn, jó, esetleg még egy. Nagyon tele leszünk, akkor még esetleg egy, de most nem a kombájnokra fogunk. Mindenképpen ifa, a következő cél szerintem az ifa, meg még ráadásul akkor olyan eszközök, amik a kocsmába betérünk. Hú, de nagyon össze-vissza gondolkozok, azt elcsösszem a dolgokat, ezt meg ide kellett volna hozni, az árpát már itt veszik, ugye. Kelemen Rolandnál, ó, jó. Az a baj, hogy folyamatosan nagyolok. Lehet, hogy azt kellene, hogy inkább megállok a föld végébe, bazze. Aztán gondolkozunk úgy, mert ennek itt nincs értelme, hogy itt megállás nélkül cseszem el a dolgokat. Egy rohadt pótkocsiért a fék kezemet odaadnám, gyereke. Ez is őrült jó lenne, hogyha lenne. Az is őrült jó lenne, egy rohadt pótkocsiért is ma odaadnám, bazze.
A vakujjál meg, hogyha hazudok. Mi? Volt egy roma haverom, osztálytársam, azt szokta mondani. Ha vakujjál meg, hogyha hazudok, tesó. Nem amúgy ő, hanem más. Vakujjál meg. Ja. És megint ugye 15-28-30%-on vannak a kombájnok. Gyakorlatilag ezzel megállás nélkül hordhatod. Szenvedhetsz, tehát más munkát nagyon mellette nem kell végezni, így az a nagy baj. Viszont 25 ezerünk már megvan, hát megint be kell állnom, azt leüríteni őket. Vagy, hát lehet, hogy ezek elég lesz. Ez lehet, hogy elég lesz ezeknek. Nézzünk körül, gyerekek. Megnézzük a térképet, jó? Össze kell kapnunk itt minden tudásunkat és mindenféle reményességünket, hogy ezt az 1 milliárdot hamar összevesszük. Na, várja, hol van a izé? Itt a MÁV telep, ugye? Ide nézzetek, mekkora főleg vannak itt, baze. Mekkora főleg vannak itt, ott te. Jaj, itt ez mi? Van egy nagy basz... Van egy, hát viszonylag nagy búzaföld. Van itt egy nagy búzaföld, de azt hiszem búzát ezt pont nem vesznek a MÁV telepen. Árpa földünk. Növekedés. Ugye itt látszik, hogy ezeket learadtuk. Jó. Ez igazából minden barna lesz, akkor már mind learadtunk. Egyébként szemezek ezzel. Ezzel a kukoricaföld, ez nagyon... Vagy nem kukoricam, búzaföld, ezzel a nagyon nagyja. Meg ez se rossz. Ez mi? De ez itt izéne betakarításra késznek írja. És akkor itt is van egy hatalmas búzaföldünk. A kukorica után. Hát mondjuk az elég messze van. Az a baj, messze nem akarok küzdeni nagyon. Átmegyünk erre az árpára. Csináljuk itt ezt, árpa, és akkor itt lesz egy búzánk. Meg azt hiszem itt van egy repcénk, ami végre akkor már azt le tudjuk darálni. Itt van egy közelben egy repcénk. Abból jön egy kis pénz. Lehet, hogy átmenjünk a repcére kapásba? Nem tudom, gyerekek. Megnézzük, elmegyek arra. Ezek szerintem, ezek simán ki fogják bírni. Körülnézünk, jó? Akkor itt volt egy árpaföld, ugye? Arra megyünk. És akkor itt kell lennie egy búzának, meg mellette egy repcének. Ennek a hosszú repcének. Itt a falu határában mindent. Igen, ez megnézzük. Nem kell megnézni a mapot, gyerekek, búza ez. Ugye az árpának vannak ezek a kis tüskéi rajt végig. Búzának a kalásza nincs, meg azok állnak inkább, ezek meg ugye fekszenek lefelé. Lógatja. És akkor itt kéne lenni nekünk egy repcének, de én paromira. Itt a repce, ja. Akkor van itt repce, csak... De jó nagy. Mármint nem úgy nagy. Hát ez... De nem megyünk a bucsúba. Viszont lehet, hogy azt csinálom, az egyik kombányt ráállítom a repcére, másikat itt mellette búzára, jó? És akkor a búzát meg a repcét itt... Igazából az útig kiérnek ezek. Tudok menni. Jó van, gyerekek. Ráállítunk kettőt. Két kombány megy a búzára, egy kombány a repcére. És ez így akkor nekünk jó lesz. Itt ez mi? Gyűni halott a gyerekek. Lóle. Jó, egyiket szerintem le is szedem innen. Nézzük. Hát még menjenek. Jó. Az lesz, srácok. Hát nem tudom, hol tudok átmenni a repce földre. Ha kimegyek itt a földes úton, akkor elvileg odaérek, jó van. Jó lesz ez. Oké, gyerekek. Megvan menve, haza van egy kis repcénk is. Ja, itt kimegyek a földes úton, utána elmegyek a... Nézően, műúton. Ez jó lesz az. Hát ezek csodálatosan dolgoznak egyébként, ugye? Csodálatos. Jó van, oké. Hát meg ezt az árpaföldet is itt ledurranthatom. Ez is igen jó helyen van. Egyből ide Kelemen Rolandnak be tudnám ereszteni izén. Csöven oda. Amúgy lehet, hogy tényleg. Halljátok. Csak úgy szerintem nem lehet, de ide nézzetek. Hát itt van, itt az árpaföld. Itt meg van a izé. Oda kell bevinnem. Kicsit megnyitnánk a kerítést, be tudnék találni. Na, milyen helyzet van, gyerekek? Meddig karingőztek itten? Meddig nyomjátok a keringőt? Jó, szerintem az egyik kombányt kiveszem, mert itt már sokak lesznek. Ezt kiviszem, kiürítem, átmegyünk vele a repcére. Ez lesz a repcés. Oké? Okay.
Ezt kiviszem a repcére, a másik kettő az szépen még elkacskaringozik addig, azokat is leürítem, azt átrakom akkor azokat búzára. Tudom, hogy itt az árpa. Mondjuk erre az árpára is átrakhatnám. Akkor már menne sorba, nem? Jó van, minden esetre ez menjen repcézni. Kimegyek ezen a földes úton. Azt utána műúton végig, és odaérünk a repce földre. Tényleg egyébként sokkal jobb az, hogy belakjuk belakjuk az egész mapot. Nem csak egy-két földet, ugye? Tehát ezeken a földeken abszolút nem is voltam, tök jó. Na, egy-két dolgot azért még mondanék. Mákos Guba ugye mondta, hogy foglalkozzak fával. Tippet, amit írtatok, azokat így felsorolgatnám. Főleg a faálladó hely közelébe. Vehetnék ugye homlokrakodót, meg ilyesmi. Az a baj, hogyha veszek ilyen homlokrakodót, meg egy-két dolgot, akkor nagyon olyan dolgokat fogok venni, olyan erdészet specifikus dolgokat, amit nagyon másra nem nagyon tudok használni. Jó, homlokrakodós traktort persze tudnék, meg lehetne olyan dolgokat, ami különböző más dolgokra is használható, de egyelőre inkább meg akarok egy ilyen folyamatos pénztermelést valósítani, amivel tényleg folyamatosan tudom termelni a pénzt. Meg viszonylag szerintem ez most így egész jól megy egyelőre. Oh. Hú, gyerekek, azt nem tudom, hogy ki írta. Most nem, a basszus, azt nem tudom, ki írta, nem jut eszembe a neve, de valaki írta azt, hogy csinálhatnék ilyen bakancslistát, hogy mondjuk kitalálunk olyanokat, vagy írtok olyanokat, hogy mondjuk akkor van meg a map, hogy legyenek ilyen achievementek, ne csak az 1 milliárd euró, hanem például legyen mondjuk, hogy legyen 150 tehenem is meg, legyen ezem, legyen azom, legyen amazom, hogy ezeket is próbáljuk megvalósítani, ne csak azt, ami... Oda nézzetek gyerekek, a kombájnok végeztek. Itt meg a pipacs van. Ja, egyébként ez se rossz ötlet. Hogy ki lehetne tűzni magunknak ilyen achievementeket, ilyen célokat. Hát lehet, hogy neki durrantom, gyerekek, ezt kiürítem, mert most már... Méne. Aztán neki durrantom a izének, az árpa fődnek, jó? Menjen az árpa, figyeljetek, úgyis árpát adtunk, menjen ez. Nem szarakodunk vele. Igen, az nem lenne rossz. Ja, Máté Varga is írt egyébként, Máté Varga, köszönöm szépen a tippet, írta, hogy ott jó helyen akartam a forgácsot felvenni, de úgy kell felmernem valamilyen kanállal. Ez más is írta, nem csak ő, úgyhogy köszönöm a tippeket. Csak sajnos a másik nevére nem emlékszem. Hát menjen. Jó, azt is kiürítjük. És akkor... Megnézzük a árpa. Közben nézem bal oldalt fönt, valami nem stimmel, gyerekek. Megy mind a kettő kombájnunk? Jó, megy, oké. Repcés is megy. Azt néztem, a repcés is megy, ott bal oldalt fönt nézem. Néztem, egyébként Glace, vagy nem is tudom milyen módként találjátok meg azt a bal oldalt felső számlálót, többen kérdeztétek. Ezt is ürítjük, azt megyünk tovább. Nagyon jó. Oké, kettő földet ledurrantottunk, gyerekek, az a baj, hogy ugye kevés a pénz ezekbe a földekbe. Ez a nagy probléma. Mert hogyha itt már repcével nyomnánk, akkor már mindjárt jobb lenne nekünk. De nincsen repce sajnos. Sajnos, gyerekek, nincs repce. Oké. A repce valószínűleg elég lassan fog telni. Gyorsabban fog telni a másik, ez meg ugye... Nem fér bele több, úgyhogy 45%-on indítottuk a forsítet. Viszem befele, aztán utána megyünk akkor. Árpa és repce témába utazunk. Hú, ez a rész az elég összeszedetlen. Tényleg most egy picit megijedtem, mert tényleg biztos benne. Tök úgy álltam neki, hogy jaj, mondom, nagyon jó lesz, van egy marha nagy repceföldünk, szarrá keressük magunkat. Ezt mindenki benyalta azt, ugye, hogy azt tettétek, hogy ott tényleg van repce. Senki nem írta, hogy vigyázzál, mert nincsen. Aztán nem volt repce. Úgyhogy szívás van.
Na, egyébként tényleg kíváncsi vagyok Tamás gazdára, hogy mi a véleménye, hogy jó-e az eszmefuttatásom az IFA-val kapcsolatban. Hogy ugye, ha IFA-t veszek, 100 ezerért jobban megéri, mint a portkocsit 90 ezerért. Erre marad kíváncsi, hogy a repcéset hagyom a legvégére, mert látjátok, hogy a repcés az izé. Az lassan telik, ugye a repcés az mindig úgy van, hogy kevesebb a hozam, drágább. Viszont az jó, mert egy... nem kell olyan sokszor fordulni vele. Itt meg itt a temető more. Jó sokan, nem sokan haltak meg ebben a faluban még. Ja, tudom, ez egyébként papok temették oda biztos. Ja, aztán hogyha a repcés végez, mert a repcés az valószínűleg elég hamar fog végezni, nem egy olyan nagy a terület, látjátok, hogy ma elég jó halad. Akkor itt mellette van egy búza, annak is neki lehet állni. Lehet itt pörögni, van itt minden. Itt is ki lehet menni egyébként, ha akarunk. A repcés csak 24%-on van, viszont ez a kettő már meg is tölti, ahogy látom. A két árpás ezt a pótkocsit. Ú, gyerekek, aratás az erre megy, mi? Na, megy a másik, jó ott. Ja, szerintem a repcés az be is, ki is fogja végezni azt a földet. Itt van mellettünk az a marha nagy föld, ami megszívott minket. Ó, Sanyi, de jó lett volna. De jó lett volna. Menjünk a műúton, ha már egyszer. Ha már egyszer itt van. 62% az még bele fog félni, mennyim van? 33-on. Pont jó. Pont jó, gyerekek. Ja, hát itt a környékbeli földeket, ezeket gyorsan ledurantjuk. Ezt a földet be kell vetni repcébe, gyerekek. Köztes munk egyébként, hogyha az lenne, hogy tényleg egy kicsit több gépünk lenne, akkor lehetne közben dolgozni. Ugye? Például egy MTZ itt lenne, vagy egy IFA, ezt arra néha rátabolnánk küríteni, addig tudnék például fát termelni, de addig nem érdemes, amíg mennek ezek a melók. Ja, és Szabó Nanádi. Szabó Nanádi írta, hogy valószínűleg ugyanott én el tudom adni a szalmát is, ahol a bálát. Úgyhogy érdemes lenne megpróbálni. Hát akkor lehet, hogy fogunk még bálázni is. Hát itt már megint puskók lesznek, érzem. Óvatosan. Ott van, beljebb van, jó van. Sikerült kihúzni. Oké, gyerekek, nagyon szuper. Imádom, jó van, jó haladunk, szuper. Szuper. Hát a következő részben mindenképp neki kell állnunk kultizni. Ha megvan az IFA, akkor az MTZ neki kell kultizni, tárcsázni, vagy valamit csinálni. Azon a földön, azon a nagyon. Az a föld, az nekem tetszik. Meg ugye akkor lassan meg lesz a pénzünk a vetőre is. Hát egy rábos tegernek tudnék örülni, csak azért nincsen. Ez nagyon keveset ad egyébként egy ilyen pótkocsi, tudom. 7600 a gyerekek. Jaj, te Sanyi. Jaj, te Sanyi, hát ebben a részben nem tudom, meg lesz-e az IFA. Kell küzdeni érte. És ugye el fognak fogyni előbb-utóbb a földek is. Úgyhogy azzal is meg leszek lőve. Mármint az aratható földek. Utána meg már csak úgy fogok termelni, hogyha vetek is. Úgyhogy nem lesz ez olyan egyszerű, mint amennyire gondoltuk. Megnézem az... ezt, erre voltam kíváncsi. Hát nézzétek, mindjárt ledorantja. Ez simán be fog férni. Hány százalékon vagyunk? 39%, jó, hogy bele is fog férni. Hát igazából a repcének ez a baja, hogy rosszabb a hozom. Jóval rosszabb a hozom. Jó, hát távolodunk a falutól, mindent learatunk. Valaki pontosan nem emlékszik arra, hogy vannak ezek a izék? Hogyha a permetezés és a trágyázás az ugyanaz, ugye? Akkor már izének számít. Tehát itt is ugye úgy írja, hogy... hol van? Térkép? Hol vagy térkép? Nem emlékszik be, nem írja a trágyázást, meg ilyesmit. Nem szokta? Nem hiszem, mi? Akkor ez így nem fogja írni. Akkor nem írja. Várjatok, mink van még? Azt is hadd nézzem már meg. Van kukoricám, burgonyám, cukorépem, fajapríték. Ja, fajaprítékot akkor mondta izé. Máté, hogy azt csak úgy tudom fellapátolni. Akkor az cumi.
Cukorrépa burgonyát te tudnám vinni. Aha, jó van. Hát akkor ez van. Akkor ez van, gyerekek. Kinézek ide az útra. Ja, ezt learadtuk. Mellette már még van. Itt még van egy, ott ugye közte. És akkor a falu túloldalán van már csak olyan föld, amit aratni kell. Hát nem lesz egyszerű, gyerekek, nem lesz egyszerű. Itt tényleg az kellene, hogy kellene ízen, kellene. Ha nem is a legnagyobb földnek, fú, hát annak érdemes lenne. Amíg a legnagyobb föld el lenne vedve, meg el lenne izélve, le lenne kultizva, meg el lenne vedve, akkor addig ugye esetleg az összes többit learatnám. És akkor utána már tényleg menne a repce biznisz, akkor mindig odébb rakni a traktort. Fuhuhuhuhuhu, gyerekek, most egy kicsit beszartam a gatyába. Most kezdem így érezni, hogy azért nem lesz ez olyan egyszerű, mint ahogy elképzeltem. Így a harmadik részben már mi? Nem, egyébként nem fogom feladni természetesen. De azért nem lesz ez olyan egyszerű. Jó, ez még hány sort kell mennie? Egy sor, azt megvagyunk, ugye? Ez viszonylag szép egyenesedett rész. Jó, egy sor is megvagyunk, 50%-ra telik meg, hát... Nem fogunk abból sem meggazdagodni. Viszont ezeket meg le kéne üríteni. F-oldul, azt leürítem, megjön a másik, azt is. Azt jó lesz akkor nekünk ez. Repce kell, gyerekek, nagy tételben, meg izé kell, meg steiger kell, meg minden, mert itt nagy bajok lesznek. Nagy bajok lesznek, le fogunk kotkodálni izé, anyagilag. Na, üritsél már, vagy valami. Ó, te síjú, ne szórakozz rád. Na. A izé, le fogunk kotkodálni anyagilag. A csődbe fog menni a vállalkozás, hogyha ez nem lesz ez így jó. Jó, félreállok, azt jön a következő, azt is leürítjük. Abban mennyi van? Abban 46%. Jó. És akkor legalább vég ez az a combine. És azt át tudom hozni erre a földre. Úgyhogy az is egy megoldás lesz, az is egy jó lesz. Hát igen, kell egy ifa, gyerekek, kell egy ifa, meg ki kell állítani ezt az MT-t. Bazen ez az MT-t, mindjárt kifogy az üzemanyag, ne szórakozz, de felét már használtok. Hát meg bolondulok, gyerekek. Jönnek a gondok. Jönnek, te... Gyere erre, haver. Megbolondulok, lesznek itt gondok, gyerekek, learatunk mindent, aztán még mindig nincs meg a géppark. Tényleg neki kell állni. Hát erdészkedni neki tudok állni, úgyhogy ez még egy opció. Még egy opció lehet. Jó, az meg szerintem végzett az a kombájn. Bemegyek Kelemen Rolandhoz. És ezt a kombájnt áthozom ide. Sőt nem, a búzatáblára átrakom. Sőt, a búzatáblára lesz átrakva. Az a kombájn át lesz rakva a búzatáblára, meg ezek is át lesznek rakva, amint végeznek. Búzára. És akkor azt meg áthozzuk a másiknak, jó? Gyerekek, négy földet learatunk bazze ebbe a részbe, és szinte nem is jön pénz. Szinte nem is jön pénz. Jó, mondjuk nem fullon voltunk anyagilag. Szinte nem. Gyerekek, nem egyszerű az élet, bazze. Nem egyszerű az élet. Itt meg vagyunk egy kicsit lőve. Kicsit kevés az anyagi javak. Itt végén meg idét kell állami támogatást verni, nem valami csak viccöltem. Na, úgy. Ide meg annyi ízét, gabonát hozok már, gyerekek, hogy folyik ki a fülén majd a csávona. Na. Most a ízét repcés kombájhoz megyünk egyébként, vagyis a fele közelítünk, mert azt meg át kell rakni búzára. Gyerekek, nem marad semmi sem, hallod. El kell mennünk erdészkedni, figyeljetek, mert fel kell fedeznünk nekünk azt a ízét. Fel kell fedeznünk az erdét, vagy az izét, azt az erdészeti részt, mert ott elvileg lehet különböző dolgokat, azt hiszem ott van egy fadaráló is, meg egyéb dolgok ott vannak. Lehet, hogy ott neki kell állnunk egy kis pénzkeresésre, gyerekek, sőt, tuti lehet, tudjátok mit, akik itt vannak, még azoknak az a bónusz jutalma, hogy megszavazhatják, hogy mi legyen, hogy a következő részben inkább foglalkozzak a kultizással, arra menjek rá, vagy akkor inkább álljunk neki az erdészetnek valamilyen szinten, nézzünk körül, derítsük fel, még ha azzal időt is vesztünk. Mert ugye úgy fogunk időt veszteni azzal, hogy addig ugye nem nagy olyan pénz, ameddig azzal tökörészek. Viszont van egy kis repcénk, jaj, de jó. Hát de egy fél pótkocsival lesz, ez kb. Annyit fog érni, mint az összes izé, mint egy nagy pótkocsi árpa. Úgyhogy nem lesz egy nagy eresztés.
Jó, és mehet is ugye, mehet is át erre, ennyi. Ez viszont ez egy jó megoldás. Autó. Ja, autó, úgy, menjél neki. Oké. Okay. Ezt beviszem, ahogy de jól néz ki ez az MTZ, gyerekek. Hogy nézzétek már meg most őszintén, baromi jól néz ki. Ezzel a potkosi tiszta retek már a potkosi, de megy a munka, gyerekek, nem tökölünk. Bemegyek hátul, elmegyek arra fele, mert ott arra úgy láttam, hogy jobb volt ez egy felhozat. Hát 56. Ez összesen nem is tudom mennyibe volt az árpánk. Mindjárt megnézem. Hogy nem az árpánk, hanem a repcénk. Kelemen Roland 2655. Hát akkor ez keményen... keményen fog egy 8000-et adni talán. Körülbelül, úgyhogy nem nagy biznisz, gyerekek, nem nagy biznisz, kelemen Roland. Az megint itt van, jó, mert közelben van. Hát itt lenne jó különben izé repcézni ezen a részen, mert itt baromi könnyen be is fordod. Hát biztos gondoljátok, vagy mondjátok jó páran azt, hogy miért nem azt csinálod Keeper, hogy rakd el az árut. Nem tudom elrakni, mert különben nem tudunk venni semmit. Úgyhogy most hagyjuk a pénzt. Hagyjuk a pénzt. Viszont ez a fordulás az már annyira megy, hogy ez elámulok magamon. Ez mennyi lesz? 7-8000? 8300, hát 54000, gyerekek, ifára kell a pénz. Ifára kell a pénz. Mert ez a kettő kombány meg szerintem itt marhább gyorsan végez. Milyen jó, tényleg új földeken vagyunk most. Ó, ott ez meg összekavajottak, várjál már. Egyiket kihozom, mert itt beleszédült. Beszédült a dolgozó. Beleszédült. Annyi. Aztán Isten áldja, mennyi. Te remélem még elkapod, mész utána? Ja. Oké, srác. Lassan végeznek. És akkor... sőt, az egyiket át is kéne raknom szerintem már most a búzára, mert ugye az a baj, hogy nagyon közel mennek egymáshoz, akkor már belekeverednek. Úgyhogy ez szerintem ide félreállok ezzel, és amelyik jön egy közelebb, azt dobom át a búzára kapásból. A búzának elég nagy a hozama. Ugye az jó benne. Ezt el is kapom. Ezt el is kapom, leürítem, aztán csal, gyerekek. Lehet búzázni. Ez meg itt befejezi az árpát szépen okosba. Szépen aratunk, jól aratunk, minden tökéletes. Csak nem azt, amit kellene. Az a nagy gond. És azt is mindjárt learatjuk ezt a búzát. Tehát hihetetlen. Iszonyatosan gyorsan meg... nagyon rettenetesen hatékonyan dolgozunk egyébként ezzel a három kombájnnal. Azt nem mondhatjátok, hogy nem, mert tényleg brutális. De... De nagyon-nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon kevés pénz jön be. Nagyon kevés pénz jön be. Legszívesebben most elmennék megnézni azt az erdészetet. Nézzük már meg azt az erdészetet. Az a baj, oda el kell catchelnem, ugye itt még nem úgy van, hogy oda teleportálok, azt jó világ. Hanem itt el kell mennem. Oda. Nem tudok egyszerűen odaugratni. Jaj, Sanyi. Nagyon messze. Ja, itt van. Nincs messze, hiszen itt van el. Gyerekek. Itt hagyom a pótkocsit, elmegyünk, jó? Várjátok, mit kéne üríteni kapásból? Jó, hát... jó, én elmegyek oda, megnézem. Bocs, gyerekek, meg kéne nézni azt az erdészet témát, hogy ott hogy működik, jó? Megnézem azt, akkor jobban rálátásatok lesz arra, hogy érdemes-e nyomnunk a ipart. Várjál, hol kell itt bemenni? Ott arra van, ugye? De hát megyek ezen a földre, nem tézével vagyok, az a nem izével. Nem Lamborghinivel. Azért ezen a földön lehetne dolgozni, nem? Hú, de megszivatott minket, te Isten! Te Isten! Ráadásul jó ízés! Emelkedős, úgyhogy itt van erős gép kell, vagy pedig nem olyan nagy kulti vagy ilyesmi. Jó, visszaérek még szerintem. Csak itt már megint... jaj! Tele van minden izéve. Fába meg csekmette. Jó, egyébként emlékszek rá, hogy jó ízés
durva a telep az erdőbe. Van benzinkút, meg tud tankolni viszont. Ez jó. Úgyis az MTZ-be kezd fogyni. Nem vagyunk tankolni. Mindjárt elolvasom, hogy mi a szensz. Fatelep, látok testvérek. Mit ír ez itt? Mit ír ez itt? Ez a ponton lépsz be a nehéz treppel rendelkező erdőbe, amely kedvedre döntheted a fákat, darabolhatod, utána feldolgozhatod, hogy a megfelelő helyre szállítva el is adhatod. Jó fakitermelést. Érdekes. Ez mi? Motorra, autóval nem ennyibe. Nem is lehet fönnyíteni. Nem lehet fönnyíteni, more. Érdekes. Na, körülnézzünk, jó? Tattorra. Bemegyek először a terepen, körülnézek. Megnézem, mit lehet itt. De itt szerintem nem lehet eladni. Kardosfa Kft. Nem tudom, merre nyílik az inkább. Úgy, jó. Külön nyílik a kapu. Itt a földök, itt a kocsi a gyerekek. Chevrolet vagy mi ez? Kerilek. Kerilek. Nem tudom mi az egyébként. Na várja, mit lehet itt? Állja meg, ez mi? Itt tudod tárolni a faaprítékot. Bazza, itt a faaprítékom, tesó. Rosszul mondtátok, itt a faapríték, more. De itt úgy lehet feszedni kanállal, azt viszont jól mondtátok. Majd bekapcsolom az egy F1-et, mert hát valamit ki. Itt a faapríték, more. Paucsolja az van. Paucsolja, itt meg mi van? Ez a faaprítógép. Az erdőben kitermel fát aprítja fel, a végtermék faforgács lesz. Amit el tudsz szállítani a telepen későbbi eladásra, vagy deszkagyár tárolójába döntheted. Biztosítva van... Aha. Igen, oké. Az a lényeg, hogy ide kellene... Ide berakom a fát, akkor faapríték lesz belőle, gondolom. De hova kerül a faapríték? Oda? Itt a faaprító, more. Az igen? Gyerekek. Hát már most... De várjál, be kell üzemanyag, figyeld el. Fa kell bele és üzemanyag, és akkor lesz paprítékod. Nagyon jó. Szuper. Ó, itt még van valami, gyerekek, várjátok, körülnézek, jó? Tudom, most lehet, hogy akár emiatt a hülyesége miatt itt elcseszem azt, hogy meglegyen. Ez meg mi az? Utakadály valamelyik gépnek pillanat. Miért végez az végzett, ez a végzett a csávó. Azon most nem fogom tudni átrakni, de át tudom rakni a következő földre, nagyon jó. Jó, ott meg bekeveredtek gyerekek. Bekeveredtek. Ó! Annyi, igen, itt is tuskó volt. Tuskó volt. Most megint, nem törte össze, jó van. Már ezt is izélem ám. Ezt is agyúztálom, mert itt vannak bajok. Ezt menjen így, jó van. Ezt is be tudom rakni oda búzázni, jó van. Ezt akkor ez a három itt lecsettinti. Ott maradt egy kis árpa, jó van, nem számít. Oh. Oké. Okay. Jó van, skacok. Jó vagyunk, viszont itt akkor körülnézek pillanat, jó? Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mik vannak itt. Akkor itt egy daráló, amiben üzemanyagot is kell raknom. Különben sanyi nem működik. Itt még vannak. Ó, itt lesz a fűrésztelep, tesó. Azt mondja, hogy... Deszka üzem, tehát a működéséhez elsősorban szükséges a tárolóba faapríték vagy szalma betárolása, miután ez betárolásra történik, bár csak a rönkök kellenek és kezdődhet a feldolgozás. A végtermék deszka és faapríték, amit a vasútlávas faluba el tudsz adni. Várjál, akkor magyarul szalmával is lehet ezt fűteni? Azt írja, elsősorban szükséges a tárolóba faapríték vagy szalma. Utána már csak a rönkök szükségesek. Aha. Ez érdekes. Már hol van a kezelő? Van valami kezelő? Kezelő valamilyen? Nincsen? Nincsen valami kezelőszerv? Falon vagy valami? Nem látok sehol.
Most tényleg egy, tudom, hogy egy kicsit itt most emiatt kevesebb. Itt is van falpritége. Hogy te rohadt élet, mi van itt? Ez apart érdekes. Ah, itt van. Igen, az üzemanyag, rönkök, és az üzemanyagnak falpritték is jó, meg szalma is, azt mondja. Akkor az üzemanyagnak nem izékel. Akkor az üzemanyagnak nem üzemanyag, nem benzin, nem olyan kell, hogy gázolaj. Uh-huh. Ez érdekes azért, nem? Nem gázolaj kell, hanem szalmával is be tudod. Akkor a szalmát ide beküldeném. Valószínűleg ugyanitt rakja le. Ezt írjátok meg, aki kipróbált, próbáljátok már ki ezen a mappon, a Salmodingon, hogy a szalmát behozom, és akkor a rönkből csinálja a reszkát. Lehet, hogy jó biznisz. Jó, van, lekapcsolja a világítást, nem érdekel. Kimegyünk erre. Jó, elég a lamba, akkor ennyi. Nem tudom, melyik lenne jó, vagy mi lenne jó ez nekünk itt. Fú, jó vagy. Kimegyek erre, körülnézzük, jó? Nem néztem meg az üzemanyag töltést, tudom. Gyerekek, ez mi az már? Oda nézzél, micsoda sár van arra. Hopp, ja, ezek kinyílnak ezek a kapuk. Ha csak nem olyan, vagy ha jó autóval képelnéd. Hűha. Jaj, more. A gyerekek, itt lehet, hogy megfordulok, tesó. Hadd ne menjek bele itt a izébe, Joe-alba. Fösa megy ott, fogadjunk az MTZ, figyeld. Fölkö neki. Ennyi testvérem. Te, fiú. De az igen, hogy elsüllyed, tesó? Jaj. Fölvegy azért, fölvegy egyébként. Menj is oda, menj mint az őrült. Na valahogy ki kéne innen kepesztetnem. Messze erre ki tudok ott, ja, erre ki tudok menni. Jó, megyünk vissza gyerekek, csináljuk a dolgokat, jó? Úgy látom, hogy itt útokodály, szerintem végeztek a melósok. Végig gangolunk, hát lehet, hogy nem 30. Ja, ott 12%, jó, 1%-ot megint rávertünk. El kell vinni TMK-ba majd ezt a gépet, mert kapja a festet. Na hát az erdei munka az majd tönkre teszi rendesen a gépeket. Ja, az főleg rádöntöd a fát meg mindent, tudod? Mint a valóságban. Erdőn azért szokták kapni a festet. Jó, átmegyek keresztbe, nem tökölök. Jó van, srácok. Igen, ezt is megnéztük. Hát szerintem akkor, ahogy értelmeztük, jó, ugye, hogy szalma kell hozzá, meg akkor a rönköket beviszed, és akkor a szalmával gyakorlatilag azzal működik az egész. Vagy pedig falplitékkal, az a fűtőanyag. Mind a kettő géphez, ugye. Ez érdekes, nagyon érdekes. Nem tudom. Próbáljátok már ki nekem. Ne a izébe csesszük el az időt, a gameplaybe. Ja, mindjárt itt vagyok. Hol vagyok? Gyerekek, gyerekek. Ez milyen fődik mellettünk, jobbra? Nem is jó fele jöttem, de ez milyen föld mellettünk? Várja, megnézem, jó. Pillanat, gyerekek. Hát ez egy nagy. Ja, ez az a nagy búzaföld-e? Na, ez viszont nem lenne rossz. Itt van ez a mara nagy búzaföld-a. Mint itt te férne három komba. Gyerekek, és itt hallod, ezt a kettő földet összeszántanád? Csak ez a rés van közte, hallod? Hát itt mindenképp azt kell csinálni, ezt nézd már meg. Figyelj, de ezt itt, ahol állok. Azt itt ezt a részt összeszántad. Hallod, mekkora föld lenne? Mekkora föld lenne? Összeszántanád a izét? Ezt meg ezt, itt. Gyerekek, ezt kell csinálni, hallod? Ki, megnézzük, várjál. Ki kell ágazni. Nem biztos, hogy van benne olyan tuskó, lehet, hogy nincsen. Szerintem nincs itt benne tuskó, te. Hát itt lehet, hát itt van, itt vannak ezek a kicsik. Hát, vagyis, itt eddig, érted, itt összeszántanád. Ezt, a másikka, te. Ezzel. Na jó, oké. Azt hiszem, hogy jó lesz ez így nekünk, gyerekek. Ezt a kettőt összeszántjuk. Viszont ide át is hozom szerintem akkor a gépet. Át is hozom ide a gépeket.
kombájnokat, és akkor ezt neki álljuk aratni, és amire learatjuk, akkor megcsinálom az összeszántását. Következő részben, fú gyerek, rengeteg munkánk lesz more! Kell egy ifa mindenképp, és a pótkocsi utána. Hú, nem egyszerű az élet. Na, hát, hogy itt ki tudok valahol kepesztetni. Ezt megyünk akkor a cuccé, ott a pótkocsit ott hagyta a keeper. Jó, ezek meg itt összeakadtak, álljál meg! Énkor ugye annyi az egész, az egyiket kihozott, már sok lesz. Sőt, nem egyiket, hanem kettőt kihozol. Oké. Jó, ez már kukoricások, úgyhogy akkor Árpát be kell vinnem. Hát ja, ez a rész, ez egy kicsit olyan izé volt, feltérképező is. Mert kevés, nem volt benne mesélés, tudom. Kicsit el voltam foglalva. Összekapjuk a izét. Az Árpát bevisszük, igen, azt meg mindig bel vannak keveredve. Ezt is kiviszem innen. Így. És akkor az egy az már le fogja itt csattintani, nem kell nekünk több. Ja, beviszom az Árpát, elvisszük a búzát, ez minden szuper lesz nekünk. És mindig belekeveredek, hogy melyiket vigyem hova. Ja. Búzát a kovácsnak. A Kelemennek meg az Árpát. Na, akasszad föl. Az Árpát a Kelemen Rolandnak, és a Kelemen Roland van innen oldalt. Jó. A búza megy, mehet akkor a másiknak, ugye? A búza mehet oda. Jó, szépen beálltak azok a kombájnak oda. Oké, hát szerintem ez a rész az annyi lesz, hogy ezt itt meglépjük. És akkor tippek, ötletek jöhetnek. Én nem szavazok az erdészetre egyelőre, hanem arra szavazok, hogy azt a kettő földet összeszálltjuk, és azt megcsináljuk. Nem, srácok, skacok? Mit szóltok hozzá? Fordul? Mondjátok, hogy elfordul. Ez pont nem fog elfordulni. Egyébként annyira érezni, hogy nem fordul el, de azért megpróbálom. Jó. Rengeteg földet, nem is tudom hány földet, mindjárt megnézzük a végén, hogy csináltuk ezt az egészet, de egyébként tényleg ügyesek voltunk. Csak rohadt kevés pénz jön belőle. Behozzuk azt a maradék kombájnokból is, ugye a háromból, hát azért nem olyan rossz, megmondom őszintén, kicsit jobbra számítottam. Jó, ugye nem is izével kezdtük. Hát, hogyha eladnánk ugye a maradék cuccot a silomból, akkor valószínűleg benne lennénk az ifába. Hát, sokan gondoljátok, csináljuk már meg az ifát mi. Megmondom őszintén, nekem is hajlik fele a szívem. Megnézzük, mennyi hiányzik majd az ifából. 100 pénzbe kerül ugye az ifa? Jól emlékszem? 100 000 euróba. Fú, gyerekek, micsoda íze. Ez annyira jó egyébként, hogy nem az van, hogy összeveszek mindent, hanem tényleg, hogy itt agyalok, hogy jaj, hát, még talán kuporgatok egy kicsit, jaj, még talán az, aztán akkor meg tudom menni. Ez nekem annyira bejön. Nagyon jó. Itt egyébként 1, 2, 3, 4, 5 földet arattunk le, gyerekek. 5 földet arattunk le, ez meg... Nem tesz boldoggá, hogy itt mindig olyan távol kell állni. Ugye egy kicsit kifele dobassa. Jó van, várj, gyerekek. Ja, megoldom. Így. Jó van. Nem tudom, mennyi fog hiányozni, hát még elég sok. Még legalább 30 000. Ja. Tök jó, hogy közel kell hozni. Hát lehet, hogy a MAP-telephez elmehetnék még egyszer, megmondom a frankót, mert akkor meg tudnám nézni, hogy mégis ott mit lehetne. Ott van valamire a disznótelep, azt is meg tudnánk sasolni. Lehet, hogy ebben a részben még annyit így beleveszünk, hogy akkor egy föltérképezés dolog lesz, és akkor az ifa is meg lesz. És akkor ez a rész, le tudjuk, hogy úgy föltérképeztük a telepet. Le tudjuk azzal. Hát ez marhára nem fog beleférni. Nem baj. Ebben mennyi van? 10%, hát, ja, jó.
ezt azon gondolkozok, ezeket, azokat már nem fogom kiürítani, mert átvisszük a kettő kombányt a nagyföldre. Hát, hogy nem indítom el, de átviszem őket. Follow módot következő részben mindenképpen berakom, és akkor többet tudok vinni egyszerre. Ilyenkor, hát itt meg be tudnék menni Kelemen Rolandhoz, milyen csodálatos lenne. Hogy rohadjon meg. Meg kell kerülnem a házat. A pajtát meg kell kerülnem, mi az itt az a szeméttelep, itt oldalt meg. Gyerekek, nyílgázzal fogok bemenni. Jó, most azért végső megyek nyílgázzal, hallja meg. Úgy. Nagyon jó, na oké. Hagyjuk is itt az MTZ-t. Egyelőre. Na nézzetek, micsoda kép, nem? Mennyire feelinges? Na. Vigyük le izéket, vigyük le kombájnokat. Vigyük le arra a területre. És ezt úgy tudom jól megoldani, hogy volt. Hogy volt. Álljál meg. Gondoljam át. Átmegyünk, itt valahol át tudunk menni. Arra. Itt ha át tudnánk valahol menni. Hát, félek átmenni itt. Hogy kerüljük ezt a izét, ezt a fakitermelést, akkor ott neki tudom majd állítani. Felsorakasztatjuk a kombájnokat, következő részben meg nekiállítjuk az aratásnak, és akkor ezt a búzát ki tudom onnan hordani, és ezt a kettő igazából a két legnagyobb földet, ami létezik, azt össze tudnám szántani. Ez így, azt úgy élném. Ja. 67 ezer, hát olyan 30 ezer fék hiányzik a... hiányzik. Ilyen follow móddal egy kicsit gyorsabb lenne. Jó van, srácok. Szerintem egyébként maga az ötlet szempontjából elég jól fejlődtük. Ha anyagilag nem is fejlődtünk ma annyira jól, hát megvan egy kombájnunk, még egy igazából, megvan a három kombájnunk, ami nem rossz. Meg learadtunk egy csomó földet a környéken. Hát jó, az összeszántás az egyébként díjazható lenne. Én bírnám. Itt kivegyünk a pipacsoknál, ott bemegyünk. Itt elég jó el lehet menni hamar. Follow módot berakom, ígérem srácok, azt akkor ilyenkor nem fogunk ennyit tökölni. Picit-picit sérültek a járművek, majd egy részbe csinálunk egy olyat, hogy TMK-ztatunk. Meg hát előbb-utóbb véget ér az aratási szezon. Akkor ugye már mást fogunk csinálni. De az aratási szezon végére mindenképp egy olyan gépparkot ki kellene alakítani, amivel tudunk működni rendesen. Akkor mondjuk azt, hogy a ötleteket várok mindenképp, de beszéljünk így át, hogy következő részben szerintem, vagyis a legközelebbi terv az a izé legyen. A legközelebbi terv az a... az ifa legyen. Hogy felszabadítjuk ugye... ha az ifát megvesszük, akkor felszabadul az MTZ. Meg még ráadásul az ifával tudunk egy ifát meg egy pótkocsit húzni ugye. Az MTZ felszabadul. Az MTZ-vel akkor esetleg tudunk kultiztatni. Ugye? Vagy össze tudjuk szántani vele a területeket. Sőt, akkor valószínűleg, hogy az MTZ-vel össze fogjuk szántatni a területeket, ezt a kettőt, meg akkor a kultizást neki indítjuk. Az ifával közben tudjuk hordani a szemet a nagy tábláról, és ha megvan annyi pénzünk, akkor mit vegyünk azután? Ugye kell eke, az mindenképpen, kell kulti, meg kelleni fog vetőgép. Viszont valószínűleg, hogy kelleni fog még egy traktor. Mert rá fogunk cseszni, mert kevés lesz a traktorunk. Kevés lesz a traktorunk, gyerekek. Az a probléma. Úgyhogy ezt még át kell gondolnunk. Csak azért mondom, mert az egyik tárcsa, akkor ne akkor fog kezdjen elvetni a következő, amikor már... Meddig fogják ezek elvetni, gyerekek, azokat a nagy földeket? Borzalom. Na hát még egy traktor kelleni fog. És igazából, amit tudok verni, ami kis pénzben van, az ugye az UTB.
És az UTB-t én nagyon szerettem azt a traktort, úgyhogy lehet, hogy meg fogjuk verni azt az UTB, azt a trapéz kabinosat. Ez lehet, hogy az, megveszi a keeper. Ezt meg felpörgetem a tempomatot, aztán benyomom a... Benyomom, hogy ne kelljen nyomnom itt a gázt állandóan. Ennyi. Ennyi magadtól. Ja. Lehet. Lehet, hogy az lesz. Hát, hogy veszünk egy UTB-t, azt dolgozzanak. Igazából, ja, tudom, egy rábas tájegem, az jobb lenne. 200 ezer gyerekek, az meg én így... Nézd, ingújból nem fog kijönni. Ingújból nem fog kijönni. És akkor ugye az ifával, meg a kombájnokat tudunk aratni. Van itt még bőven föld, úgyhogy lesz belőle pénz. De viszont lassan el fognak fogyni a földek. Elég lassan, de el fognak fogyni. Elég sokat lesikerült aratnunk egyébként. És azért megyek errefele, mert valószínűleg, hogy kellene egy olyat csinálni. Hogy megnézzük, hogy mi drága még, és akkor azt elviszik a MÁV fele. Annyit még megnézzük, hogy ott a MÁV-nál mit lehet adni, venni. Tényleg, hogy egy kicsit képbe legyek jobban. Már kell ez is nekünk. Ja, fú, igen, meg az achievementek is. Egyébként valaki azt írta, hogy itt föl tudom merni a forgácsot, de nem. Narhára nem tudom, itt csak le tudom üríteni elvileg. Lehet, hogy aztán föl lehet merni. Rostebb tudja, álljatok meg, nem érdekeled volna jönnöm, megnézem, hogy mink van. Van minden, bazd meg, gyerekek, még van kukoricám is. Kukoricát viszont Kovács József egész jól veszi. A burgonyát meg fogalva sincs, mennyire veszi. Cukorrépa burgonya, mindegy, vigyünk cukorrépát, aztán akkor elviszünk a MÁV-hoz, jó? Ezt megnézzük, mennyire adja, érdemes eladni. Mennyivel jobb lenne, hogyha már lenne egy ifánk, gyerekek? Viszont akkor csak kevés kombájnunk lenne. Nem ehet kell a cukorrépát, bocsánat. Ja! Itt van ugye a marha telep, itt is egy csomó minden van. Ezt is majd át kell néznünk. Ugye, tényleg. Ez krumpli vagy cukorrépa? Igazából azt hiszem, hogy az a répa. Repku, na, szálljon bele a portkocsiba, nemhogy ma ne álltam el rá. Szerintem ez pont alatta van. Beőrülök, hogy nem tetszett neki, hogy hol álltam. Na végre. Megindult a futószalag, szállítószalag. Jó, hát ezt levisszük. Ez az 5580 liter... Tamás gazda, ez nem csoda, hogy megőrözte is. Én is egyébként kezdek. Lassan tankolni is kell, tankolástól is félek, nem tudom mennyibe fáj literje. Kihasználom az utolsó izéket is. Litereket. Jó, nem fogom kihasználni az utolsó litereket, nem akarok beszopni vele. De... Na, lemegyünk a MÁV-hoz gyorsan, jó? Letekerünk. Egyébként azt is lehetne... Hát nem, műúton megyek, mert... Ez mi volt az a nagy plecsni ott az út közepén? Mi akar? Nem árbazz. Azt nem mondta, hogy budapestes. Ez valami izé, valami Torontó, vagy nem tudom, hol van az a nagy torony. Mi a szart keres az itt? Ez eddig is itt volt. Hát eddig észre nem vettem, hogy ott az a csatorna fedél, bore. Jó, gyerekek. Ja. Nyerünk a MÁV-hoz. Kicsit körülnézek. Egyébként más úton nem lehet eljutni. Vannak ám ilyen földes utak, el lehetne jutni. Lehet, hogy földes úton is, de nem akarok. Az a baj, mivel sérülés módunk van, azért egy kicsit durván szétver minket akkor a dolog. Itt is ugye el lehetne menni, ott is földes utak át a híd alatt, azt akkor nem kéne vonatra várni, ott is végigmegy. Ugye rengeteg földes út van, de inkább hagyjuk. Úgy, szépen megyünk a izén. Itt is gyerekek vannak ám akkora, oda nézzén akkora izék, mekkora napraforgó. Az a baj, adaptert is kéne cserélnem meg minden, meg nem akarok átkurcolni, egy fél részbe kellene átkurcolni ide az egész gépparkomat. Úgyhogy azt hagyagolom egyelőre, majd megindulunk ezen a részen is. Jó, messzik hozni, hogy rohadjon meg. Ezért kezdtem meg a falu közelébe a dolgokat először. Itt ideje van. Persze meg kézzel leszerep ezt a kukoricát, mindjárt akkor a terület csak. Remélem, bab van benne. Van bab ragva közé? Mindig babot szoktuk rakni a kukorica közé, emlékszek rá. Vannak, hogy
van egy szőlőhegyünk, meg ott vannak ilyen területek, azt mindent termesztettünk. Régebben, hogy ne maradjatok mese nélkül, mese délután nélkül. Régebben a faterom úgy gondolta, hogy a zuborkában van a nagy biznisz. És ilyen, hát viszonylag nagy területen, egy kézzel, amit meg tudott művelni, uborkát termesztett. És azt eladtuk. És akkor volt egy ilyen ládám, egy ilyen műanyag láda, egy babakocsinak az aljára volt felszerelve gyerekkoromban. Hát ilyen pici gyerek voltam. És ugye babakocsin egy kereke, és volt rajta egy láda, és volt rajta egy madzag, és rajta volt a hátulján, hogy uborka taxi. És akkor a fater azt megtöltötte nekem, hogy hasznosnak érezzem magam. És akkor hazahúztam a izéből. Hazahúztam a hegyről. Mi olyan 3 km földes út, hát küzdöttem vele elég sokat. És akkor mindig abból adott egy kis zseppénzt. És akkor, ja, vették az uborkát. Mindig azt mondták, az oroszok megvesznek minden szar uborkát. Igen, meg is vettek. Itt azt írja, hogy a telepen el tudsz adni mindent, amit termesztettél és feldolgoztál. Azt az érdekes, hogy azt írja, hogy mindent. Hát ugye, alapban ugye a faforgács itt van, faapríték, ez mi? Búza, árpa. Búza és árpa. Itt a gyerekek vesznek mindent, bazznek. Ez a krumpli. Cukorrépa, ez az. Jó van, a cukorrépa, meg a krumpli. De akkor miért azt írja, hogy mindent? Amikor nem is mindent. Megfordulok. Mert igazából nem mindent. És meg a krumpli, ennyi. Mennyit adnak a cukorrépáért, ha ma lássam, hadd lássam. Érdemes itt a kubikóni egyébként. 9000, hát gyerekek. Igazából akkor egy idő alatt meg is telett egy pótkocsi aratás közelem. Egyfel 7000. Jó van, figyeljetek, van egy ötletem. Lehet, hogy elküzdök még két karikát. Hát két karika kevés lesz. Az a baj, hogy fogalmat sincs, hogy a krumplit veszik-e jobban, vagy ezt. Fogalmat sincs. Hozzunk egy krumplit, megnézzük azt is, mennyibe megy, jó? Tényleg. Aztán közben meg mesélek. Igen, igen, az uborkát. Volt itt a faluba egy ilyen hely, ahol mindig megvették az uborkát, jött egy ilyen ember, aki mérte. Meg volt, hogy hányad osztályú, egy ilyen lyukas vason kellett átdugdosni, hogy egyes méret, kettes méret, amin átment, és akkor úgy voltak ilyen zsákokban, ilyen azokban a net zsákokban, amik, tudjátok mi a net szarizsnya, ami ilyen nagy lyukú, na olyan zsákokba kellett rakni, hogy lássa ugye a vevő, hogy milyen uborka, lemázsálták, és akkor meg, akkor azért pénzt kapták. És igazából mindig ez ment, uborka, uborka. Mindig a fater azt termesztett, de hát kézzel mindent ugye. Megvette az uborka magot, elültette, utána ugye az uborka az azért jó, hogy igazából folyamatosan szedett. Nő, vagy mit tudom én, terem folyamatosan, és szedett, és akkor adod el megállás nélkül. Viszonylag, és majdnem egybe sikerült mondanom a viszonylagot, az uborka baromira vízigényes. És folyamatosan öntözni kellett, úgyhogy ciszterna, mindig a vizet fölfogni, minden nap ki kellett menni öntözni. Az uborkának ugye gondolom, mert eléggé lédus maga a termése, úgymond, hát termése, igen. Ezért mindig az volt, hogy öntözni kellett állandóan. Ja. Hát meg ugye mindig tipikus, mindig paprika, paradicsom, mindent termesztettünk állandóan. Fater az meg szőlőt, meg bort, meg méne, minden volt. Emlékszem egyébként a nagyon régen anyámék semmit nem vettek boltba. Igazából tudom, hogy kenyeret is sok helyen sütöttek, de anyámék kenyeret vettek, cukrot, sót, meg ilyen. Igazából ennyi. Gyakorlatilag mindig olyan kaja volt szezonális, ami éppen megtermett, és meg amit el tudtak télre megrakni, ugye. Például télen ugye mindig szalonna, sonka, hús, lesütött hús, meg ilyen izék voltak, meg krumpli. Krumpli az nagyon sokat volt, paprikás krumpli. Akkor
tojásos paprika nyáron állandóan, vagy sült paprika, meg hát tojás az mindig volt, mert ugye mindig voltak tyúkjaink, tojás az állandóan, az sült tojás, tojásos paprika, ilyen tojás, olyan tojás, bundáskenyér, mindent tudom én, az állandóan az volt. Hát ilyen margarin meg vaj, azt felejtsétek el, azt például én sose ettem. Tudom, hogy nem ide kell jönni, megyünk egy fordulunk egyet. Mert a margarin az elég későn ismerkedtem meg, megmondom őszintén, mert nem, anyám úgy volt, meg hát anyám az húst az abszolút nem vett a boltba. Mindig ugye, mindig az volt, hogy fagyasztók az eléggé hamar lett, milyen szükség volt rá, fagyasztóláda vagy fagyasztószekrény, úgyhogy általában az volt mindig, hogy tele volt csirkével, meg hát meg igazából nem is kellett lefagyasztani, ha hülyebbességet beszélek, mert ugye a tikot meg a tik meg a csirke az lefutkozott kinn is, nem kellett levágni, levágtad akkor, amikor meg akartad enni, jó, ez tartósította magát az udvaron benne, meg a zolba elrohangált, nem kellett levágni, nem kellett tartósítani, nem kellett fagyasztani, akkor vágtad le, amikor éppen kellett. Úgyhogy tényleg az volt, minden, nem tudom, azt hiszem tavasszal, azt tudom, hogy minden tavasszal, mit tudom én, hány kacsa, sok kacsa, 40 kacsa, 40 csirke, 2 disznó. Ez minden tavasszal meg kellett venni, megvettük, vagy éppen, ja, tavasszal azt hiszem. És akkor azokat ugye nevelni, tyúkok, jobb tyúkok meghagy, kakasokat ugye, kakasokat szokták levágni először, természetesen, mert nem tojtak csirkébe, amikor már ugye nőttek. De jók is voltak, amikor jó kis gyenge csirkék, rántott húsnak gyerekek. Nem ám ezek a izék, mi a franc, ezek a... de milyeneket nyelek. Nem ezek a tápos csirkék, amiket megveszi a Tesco-ba, hallott, hanem az igazi házi, bazze, az nagyon durva finom volt, hallott. Fele ekkora combja volt, de nagyon finom volt. És izé... Igen, és ja, mindig, alig vártam, hogy már megnőjenek annyira, mert ugye úgy volt, hogy talán bucsura szoktak akkorára megnőni. Bucsú az olyan népünnepély, nem tudom, falukba gondolom, lehet, hogy nálatok is van, ahol ilyen sátrak vannak, meg körhinta, meg ilyen hülyeség, és akkor jöttek a rokonok mindig, és arra azt hiszem, akkor már le lehetett vágni egyet, már volt olyan idős, és nagyon finom rántott húsikat lehetett belőle, hogy jaj, de finom kis gyönge volt gyerekek, nagyon jó volt. Hát meg például az olaj, mint olyan, anyámnak nem létezett. Ez egy csomó dologgal én különben eléggé, akkor égőnek tartottam, de én nem találkoztam. Most egy városi emberhez képest, mert például mindig zsírba sütött. Meg nem volt olaj, meg margarin, hát fogalmam se volt, mi az a margarin. Tudtam, mi az a margarin, de nekünk nem kellett, mert izé volt, zsíros kenyeret ettünk, meg mit tudom én, meg ilyen. Hát meg a tésztát, azért mondom, hogy nem vett semmit anyám, most gondolkozok, hogy mit vett volna, de nem vett semmit a boltba. Ilyen, mit tudom én, lisztat vett, meg ilyen apróságokat köllött. Meg ugye kellett cukor, mert a cukort azt nem csinált az embernek, sok, meg fűszerek. Viszont tizét nem vett tésztát sem, mert azt is saját maga csinálta. Krumplis tésztához, granadír mars. Azt múltkor mondtam valakinek a grandérmarsot, és nem értette, hogy miről beszélek. Nálunk a izét, a krumplis tésztát, az grandérmarsnak nevezik. Mit Zalába. Grandérmars. És rákerestem, hogy miért. Azért, mindjárt elmondom gyerekek, csak ezt leürítem, és megnézem, mennyibe kerül, mert különben eldomálom az egészet. Hát ezzel nem gazdagszunk, megérzem. Gondoltam, ez kevesebb lesz. Jó van, akkor izét hozunk. Jó van, akkor hozunk másikat. Granadír mars, na, ja, és az onnan származik, hogy valami granadér, az valami granátos nevezték. Régen volt olyan egység, hadseregben, hogy granátos, külön granátos. És akkor valami annak, azoknak volt valami kajája, és akkor amiatt nevezték granadír marsnak, na mindegy, de valami ilyesmi. Ez volt a krumplis tészta, de hát azt is krumplis tészta az például mindig volt. Ugye krumpli az gyögive volt, mármint úgy volt, hogy a pince tele volt, mondjuk 30 zsák krumplival, fő volt stócolva a fal mellé. Iszonyatosan sok, annyi, hogy azt tették a malacok is, érted? Töménytelen mennyiségű volt. Krumplit az mindig volt. Igazából az is volt jó ebbe talán, hogy soha nem volt az, hogy nem volt pénzed kajára.
Nem, mint hogyha most annyira... Jó, de vannak olyan emberek, akiknek sokszor nincs pénz bejárás. Akkor nem volt az, hanem mindig volt minden. Mint tudom én, krumpli fő volt halmozva mondjuk sok száz kiló, mementél, szedtél belő, csináltál, amit akartál, sült krumplit, vagy bármit. De például volt otthon liszt, tojáson mindig volt otthon, mert a tikok tojtak, adtuk el, meg mint tudom én, mit csináltunk, nem bele. Tésztát anyám akármikor összedobta, érted, kinyújtotta szépen föld, tizétek, granadérmars, kész, krumplis kocka. Hagyma is volt, minden, ilyesmi. Töménytelen. Bab is, mit tudom én, izékbe álltak ilyen nagy csibrikekbe, véndőkbe, zsíros véndőbe állt a bab. Akkor mi volt még? Dió, azt is összeszedtük, akkor olyan diós tészta, mák is, mákos tészta is, kilószámát, akkor gyümölcsök, mindent eletragva gyerekek. Annyira, ne igen, más, tök más világ volt, bazze. Az összes bűnös cseresznye, az összes málna, meg minden benn volt a fagyasztóládában, minden. Ezt minden volt, érted? Akkor csináltam egyes lepényt, amikor akarták. Ott is mi kellett tészta, tojás volt, kész, minden volt. Cukor kellett hozzá, kész. A... Mind gondolkozok még? Most a kajákra jutott eszedbe, hogy mik... Hát húsleves. A húsleves az nem volt olyan alkotóelem, ami kellett volna boltból. A csurkétől elkezdve a tésztáig minden, volt ilyen tészta tekerő, olyan mint az irott megsemmisítő, emlékszik anyám az a tekertele és az a csinálta saját maga és szárította ki tálcákon a tésztát. Nem vette meg, more. Semmit nem vett. És mindig viszonylag változatos kaja volt, mert mindenféle, azokban az alapanyagból mindent meg lehetett csinálni. Marha jó volt. És mindennek baró jó íze volt, mindennek eredet íze volt, na ott a tartósítószer felejtse nem volt semmi. Emlékszem, szalicilt szokott rakni a befőttekbe. Azt az volt. De tényleg izé, el nem tudjátok képzelni, hogy nem, mert nem kellett a boltba megvenni semmit. Semmit. Most azon gondolkozok, milyen kaják voltak még ilyenek, amik... Krumplis, izé, a paprikás krumpli az sokszor volt, azt tudom. Hát ahhoz is mi kellett. Kolbász az megint töménytelen mennyiségű volt, mert legalább kettő disznó évente, miért mindig ideállok? Kettő disznó évente mindenképpen volt. Ugye, akkor aznak úgy volt, hogy nagyon nagy hányada, de az tényleg nagy hányada izébe volt. Föl volt füstölve. Emlékszem, talicska számtoltuk le az izébe. Nekünk nem volt füstölőnk, hanem a Lepsény Imre bácsinek volt, lenne az alsó utcába. Talicskába tótuk le a sonkákat, meg a kóbászokat. És akkor az volt, hogy föl volt sonka volt. Hát ugye télen volt a disznóvágás, gondolom, az vágjátok általában. Télen. Hidegbe, ugye nem voltak legyek, meg ilyesmi, hát ez fontos volt. Meg ugye nem 40 fokba csinálsz a disznóvágástól, megromlott a hús. Levágták a disznót, evittük a... Betettük a sózóba, ugye le kell sózni mindent. Szalonnákat, mindig át kellett forgatni, át kellett mosni. Le kellett mosni, meg volt a rituálja. Ez egy ilyen olyan ősi hagyomány szerint készültek ezek a dolgok, hogy ez sehol nem volt leírva, ez nem szakácskönyvben, nem az internetről vette valaki, hanem ezt tudta, megtanulta az agya, megtanulta a lányától, az apa a fiá, vagy az agya a lány az agyától, a fiú az apjától, folyamatosan át tudták, hogy mondjuk disznóvágás után az volt, hogy berakták a sózóba a húst, az ilyen nagy fakádak voltak, olyan, mint egy hordó kettévágva, kártalánonnak nevezik. Besózták, utána rendszeresen kiszedték, átmosták őket, megint lesózták, megint elrakták, megint. Amíg ez megvolt, hogy meddig ezt kell csinálni, utána ment a füstre. A szalonna, a sonka, a kolbász, a izének valók, ugye rengeteg olyan volt, ami... Kocsonyának való, mert a kocsonya az jó volt, a kocsonyának való dolgok, farok, akkor bűrke, az összes bűrkét, az, ami nem lett felhasználva, az nem volt a disznónak olyan része, azt elmondom nektek, amit ki lett dobva. Mert a bűrke, a bőre, az föl lett ilyen nyársakra húzkodva, és az is le lett füstölve, és az baromi jó volt, ugye a kocsonyába belerakták, mert az igazából attól lett, ugye, attól lett kocsonyás maga a kocsonya, attól állt, mint a Katiba a gyerek, nem a hústól, hanem a bőrtől. És a... Hát valaki megszerette és megették. Na, itt meg pirosat kaptunk, gyerekek.
Hopsi. Mi van? Menjünk ma. Mennék. Ha? Zöld? Zöld vagy fehér vagy mi az Isten? Ja. És akkor igen, az ment a füstölőbe. Letologattuk. Utána ment a padlásra. És akkor úgy nézett ki a padlás, hogy mit tudom én, fönn szokott ugye. Hát legalább szoktunk vágni. Mi a mellés, ugye igazából a hátsó combja a sonka, azt mondják. Az igazi sonka az a hátsó comb, hátsó láb. Mi az elsőt is meg szoktuk hagyni. Vagy pedig szoktuk azt csinálni, hogy kötözött sonkának föl szokták szelni. Ki szokták szedni, és akkor kötözött sonkának szokták fölrakni. De általában mi az összes, a disznónak mind a négy lábával sonkát, kis sonka is lett belőle. Igazából az nem sonka az első, mellső láb, de azért... Mert igazából egy disznónak igazából kettő sonkája van, két hátsó. És de igazából ugye 8 sonka fő volt izéve, az összes szalonna, meg a kolbász, ami még annyi mind az istennyila, föl lett lógadva a padlásra. Aztán nem volt az, hogy nem volt kaja. Emlékszel, gyerekkorom, úgy untam a szalonnát, meg a kolbász, meg minden, mint a szart. Most meg... Hát tényleg az volt, hogy fölmentem. Fater mindig azt mondta, ott van egyet fenn a szalonna, vigye hozzá le. Jó házi szalonna, jó kiszáradt. Te jó Isten, mennyire jó íze volt. Meg esetleg sütött hozzá az ember krumplit. Fuhú, király volt gyerekek. Meg akkor mit akartam mondani? Ja, meg az íze, a kolbászba ugye mindig ment a vathús. Ó, micsoda, nem tudom, aki ismeri ezt a dolgot ugye. Hát a kolbászba belerakod a vathúst, akkor ilyen iszonyat száraz, kemény lesz. Az a tipikus, az a alig bírod erágni, tudod, olyan hú. Nagyon jó íze lett. Jó kis vathúst rakták bele mindig. Hát mindenhol rapsickodtak. Az meg hozzátartozott minden világban, mostani világban is. Mindenhol. Mindenkinek volt dugipuska. Dugipuska volt, meg izé volt, meg... Mi a rosszabb? Hurkok. Hurkoltak. Nem tudta elmenni az erdőbe úgy hóvirágozni, hogy ne akadtál volna bele három urakba. A környékbe, az biztos. Telehurkolták a izét, a környéket, aztán izé volt. Hát volt olyan, komolyan mondom, itt Rádon. Csávó bazze ment hazafele a hegyről, benn volt a horgosba, nem tudom, a horgost azt tudjátok-e. Mi az olyan út, aminek kettő oldala ilyen magas. Már annyira ki van ugye taposba, meg annyira jártak, hogy így ki van így. Ilyen jó magas az oldala. Van olyan horgosunk nálunk itt például, hogy 3 méter magas az oldala, mert annyit jártak, ugye kimosta a víz, mindig minden jártak, kimosta a víz, kimosta, és akkor már 3 méter magas oldalai vannak, mintha egy ilyen alagútba boppáljál menni, ami 3 méter mély. Na olyanba ment a csáva, jött vele szembe az őz, more. Be volt rúgva a gyerek, ha ráugrott a szarvas, nem a szarvasra, az őzre, elkapta a nyakát, aztán földre vitte, annyira meg voltak zekkan vathúsér, hát annyira. Itt 10 év volt, hallod? Itt autó elütötte egy vadat, nem volt semmi bejelentés, more. Nem, egyből izé ment, délután már izé a Nokedli beborította a nyakát, gyerekek. Egyből. Azt, ja, na, küzdött a izével, küzdött az őzzel, arra ment a másik haver. Akkor már tiszta kosz volt a csávó, aki ráugrott az őzre, mert ugye ott hát nem tudta kitörni a nyakát. Szóval komolyan, gyerekek. Annyit küzdött vele, nem tud vele mit csinálni. Aztán izé volt. Arra ment a másik huligán. Aztán mondtam, mit csinálsz? Hát nem látod? Próbálkozok a szar zőzze, de nagyon jobban bírja, mint én. Úgyhogy ilyenek voltak, hát mengedett mindenhol. Mindenki hurkolt meg minden. Ugye meg gombázás. Nálunk a gombázás. Emlékszem a faternak, állandóan fater is gombázott. Ugye a gomba az jó volt. Hát az egy elit kaja volt, gyerekek, a gomba. Vargánya. Hát a vargányát az olyan volt, mint az arany, hallod? Az jöttél haza a hegyről, azt mutattál egy ekkora vargányát neki, mint a... Mit tudom én, kétszer az öklöd. Valakinek aztán azt mondta, hogy úristen, te vagy az ász, érted? Ez jobban bit, mint most a PS4, nem tudom. Nem tudom, hogy ebben mennyi lehet, várjatok. Meg kell nézni, mert megszopatom magam, hogyha félig rakja. Mondjuk kijöntek, ki tudom. Cukorrépa 45 liter, az még hiányzott volna, ebbe belet kettintem. Csak az lesz a baj. Várjátok, akkor inkább a kukorica az hogy adják? Meg kell néznem, mert itt be fogok izé félelni. Akkor 1500-ért, ott az... Az 5000, hát... Jó, talán meg lesz kukoricával, gyerekek.
Ja, vargánya, hát azt tudta dolgát, meg a nyúlgomba, meg a többi. Hát meg az volt, hogy emlékszem, Fotter az volt neki helye, mindenkinek volt helye. Tudta, hogy hol van a izé. Hol van a... Hát ugye a gombáknak az úgy volt, hogy... Kellett nekik a víz. Viszont ugye megvoltak azok a helyek, ahol sok gombas póra volt, vagy gombafonalak a föld alatt, ahol általában úgy mindig kinőttek. És a Fotter kitalálta, hogy van egy hely, és ott tudta, hogy ott van sok gomba, és ezt tudom, hogy hónapokon keresztül hordta vödörbe, mert ez nem közel volt a vizet rá. És várta, és nőttek a gombák, mint az állat. Még várt, mert még nem akarta leszedni, még nagyobbak legyenek, hozta rá a vizet. Hozta, mire egyszer ment, hogy leszedni, arra meg nem volt sehol. Etűntek, mert valaki megtalálta, valaki is tudta helyet, lehet, hogy dörzsölte a margát, hogy a hülye nakkarcsi. Nakkaribá, az meg izéte. Hordta a vizet. Ez a hülye hordja, én meg majd leszedem, azt leszedte. Ja. De már... Mindig ide a végére jön egy kis anekdótázás, de annyira más volt a világ, gyerekek, hogy ezt tényleg nem tudjátok képzelni. Kiveszi a kukorica, kelever rólad, de baloldali, ugye. Ja, úgyhogy más, nagyon más volt minden. Nekünk főleg tényleg az, hogy nem vettünk semmit. Jó, csokit kaptam a boltban, meg ilyesmit vágod. De például szerintem anyám az meg se ette volna, soha nem evett szerintem olyat, hogy ilyen mirelit cuccokat nevet volna. Azt a kutyának nem adta volna neki. Ez komolyan, a falusi emberek azokat tök, most ez hülye hangzik, de lenézték azokat az embereket, akik ilyen izétettek. Ezek a, mit tudom, sajtól töltött pulykatallér, hát azt mondta volna, hogy úristen, hát ezt inkább nem eszek semmit. De ez komolyan. Bazd meg, azt hittem nem ide kell hozni, mert akkor megvarultam volna. Na jó, talán meg lesz, hát figyeljetek meg, pont nem lesz meg, de meg lesz. Jó, hát azért csak kiharcoltuk magunknak az ifát. Ó, azt a betyár úristen, egy gyerekek, hát azért nem volt az se gyenge, mi? Azért vannak itt tizék küzdelmek. És azt mondtam, látod, izé, Tamás gazda, 90 ezerbe fáj. A pót, nem tudom, a rosszabb tudja, hogy izé. Mennyi az annyi, de szerintem jobban megéri a izé. Ifa, mert azért már alapban ugye tudsz rakni. 8500 liter, szerintem az is 8500 literes a HV80. És akkor ugye, ez önjáró, tehát felszabadítjuk a izét, traktort. Vágod. Jó van, gyerekek, oké, megvesszük az ifat. Megnézzük, hogy mi a szituáció. Komolyan, figyeljetek, a pontot te is visszavod, az mínusz 100 000, megint 1300 eurók vagy, gyerekek. Hát annyit dolgozok, azt még sincs pénz, mi? De azért a gépparkunk szépen fejlődik, mert miért ne fejlődne? Jó van, ide félreállok a bót elé, úgy. Gyerekek, egy ilyen félreállás is nekem annyira izé style, stílusos. Nem akarok beleugratni szándékosan, úgy akarom meglátni minden gépet, úgy legyen, hogy úgy látjuk meg. És ott van, gyerekek, megérkezett már a izébe, a boltba, rendelhető az új rábas Tiger, ez új 250-es rábas Tiger, amit egyszer meg fogok bízsvedni, és ezzel fogjuk veretni, csodálatos dolog. Csak még nincs rá pénzük, még kubikolni kell a szaros kerekű MTZ-vel, meg a lerohadt, oda nézzetek, viszont újak a lábák. Zsírúj lámpákkal szerelték, a műszakibb gondolom, hogy menjen át, hát még a német rendszám rajt van. Kintről hozták be, ott már lelakták, ott már lefiggották rendesen. Szerintem teljesen jó. A gubik azok nem rosszak rajt, kicsit meg vannak már fényesedve. Hátul is van új lámpa, jól van. Elő-hátul ugyanaz a rendszám. GRZLS 35, ne szívas. Ugyanaz. Nincsen itt a csillóbli, gyerekek. Jó, elindul. Szuper. Oké. Okay. Jó van, gyerekek. Szerintem jó lesz ez nekünk. Csodálatos Verna. Nem lehet állítani valamit? Ponyva zárása. Oda nézzél, sárga ponyha. Gyönyörű. Gyönyörű, gyerekek. Várjatok. Fölkapcsolom a pelácsot. Ilyenkor megakad a játék, nem kicsit.
felkapcsol. Munkalámpára vagyok kíváncsi, hogy itt hátul is világít-e. Gyerekek, a munkalámpa is csodálatos. Nagyon jó. Nagyon jó, tolatólámpa is világít. Teljesen jó minden, szuper gyerekek. Jó van, oké. Bálok a kocsma elé az ifába, mert azt úgy... Az úgy autentikus. Leülök, a, leülök egyet. Úgyné. Jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Én Amondó vagyok. Hogy akkor innen folytatjuk a következő részt? Megköszönöm. Sziasztok.